Itt az idő hülyét csinálni mindenkiből, mint Jack Sparrow, félelmet kelteni mindenkiben, mint fekete szakáll, és gyerekeket zaklatni, mint Hook kapitány. Wow, wow, várj! A 18. század elején vagyunk, több kalóz van, mint valaha, és ekkor droppolt a Vivaldi a legnagyobb bengőrjét. Mindenhol botlábak, kampók, szemfedők, és hogy miért? Mert ez a leggengszterebb jelenség az emberiség egész történelmében, és ezt már kiskoromban is tudtam. A spártaiak és a szamurájok mellett, de velük majd később foglalkozok. Olyan jó dolguk volt, hogy nörfölni kellett őket azzal, hogy egész nap csak kekszet ettek, ha már kihullott az összes fogad a skorbuttól, az nem szerencsés, de ha még van pár, akkor evés után nyugodtan összefoshattad és hányhattad a fedélzetet a gyomorbél huruttól. Bár ha ilyenektől kellett volna tartani kalózként, akkor valószínűleg én is az lettem volna. A szeme láttára besétálok a bokorba, fütyülök neki, ő meg mint akit lobotomizáltak, oda sétál, hogy ez meg mi lehet? Akkora lendülettel beszélgetnek, hogyha elcsalom és megölöm a társát, ugyanúgy folytatja a monológiát, mintha még mindig ott állna. A játék eleinte egy kalózjátéknak indult, ezért rengeteget leszünk a tengeren, ezért érdemes fejleszteni a hajót, ami ezt megnehezíti, hogy a fekete vitorla elvitte az összes pénzemet és az alapanyagokat, amiket nehezen gyűjtöttem, de ezt muszáj volt megvenni, ez az Assassin's Creed Black Flag, nem a White Flag. Edward Kenway-t irányítjuk, ő Haytham Kenway apja, aki meg Connor apja az Assassin's Creed 3-ból, és ezért felmerülhet a kérdés. Azért kezdtem a sorozatot a negyedik rész. Mert ez korábban játszódik? Nem? Azért már kb. 6 éve behúztam ingyen, és ez volt meg. Ha valaki nem játszott volna az Assassin's Creed-del, vagy csak akkor, amikor még kicsi volt, nem tudott angolul, és minden átvezetőt elnyomott, vagy nem figyelt, az lehet nem is hallott az Abstergo-ról. Ez egy cég, akiknek sikerült létrehozni egy olyan technológiát, amivel újra át lehet élni az elődeid memóriáját. Ezt pedig arra akarják használni, hogy ebből filmeket és játékokat készítsenek. Vagy mégsem? Minden, ami ebben a játékban történik, onnan indul ki, hogy Edward pénzt akar. Nem a szabadságért küzd, nem az emberek jogaiért, csak egy olyan csöpögő fitet akart, amivel egy medence meg lehetne tölteni, és egy AMG-t, amivel befarolhat a kikötőbe. Megtámadják a hajónkat, ez a speciális igényű átugrik a lángoló hajónkra, mielőtt felrobban, miközben egymás mellett fekszünk tisztes távolságban, megbeszéljük, hogy nem jövünk ki jól, ezért megöltem. Felvettem a ruháját, és Edward annyira szereti az átvezetők végén a kapucniát felhúzni, hogy akkor is felhúzza, hogyha nincs is mit felhúzni. Ő volt Duncan, az assassin, aki már nem assassin. Mármint nem azért, mert megöltem, csak elárulta őket, érted? Átvettem a helyét, elvittem a csomagját a templomosoknak, ők az assassinok riválisai, és igen, ők azok a templomosok, csak egy későbbi időben. Összehasonlításképpen olyanok, mint Kína, ahol mindenkit kamerával figyelnek és pontok alapján eldöntik, hogy mennyire vagy jó állampolgár, az assassinok meg ezt akarják megállítani. Ezt a templomosok az observatóriummal akarják elérni, ahol bárkit megfigyelhetnek, hogyha van egy szemétleg, mint a vérében. Az egyetlen ember, aki tudja, hogy ez a hely hol van, az a bölcs, aki minden reinkarnációjánál visszakapja az előző életének az emlékeit, ezért a templomosok és az asszaszinok is el akarják őt kapni. A templomosoknak sikerül is, ezért az asszaszinok megpróbálják elrabolni, de nem bírtak el a Wall Street kalózával, eközben viszont a bölcs, Roberts, meg akar menekülni, de sikerül még élve elkapni. Ennyi izzadás után egy kis zsák pénzt adnak, amivel Max az önkiszolgálóban tudnék gazdálkodni, ezért Edward kitalálja, hogy elrabolja Robertset, elmennek az observatóriumba, ő megszerzi magának a lényeget és eladja. Roberts viszont egyedül meglógott, mire odaértem, a cellájánál pedig elkaptak és lebilincseltek egy kecsapos csítosszal. Itt találkoztam Adivalival, akinek így már nem kell visszamennie a gyapott földekre. Már megint a rasszizmus? Ebben semmi rasszista nem volt, tényleg egy rabszolga volt. Na jó, ezúttal elengedlek egy figyelmeztetéssel, de csak mert ilyen világos a bőrszíned. Ezután irány Nassau, ahol találkoztam Benjamin Hornigolddal és fekete szakállal. Mindketten valós személyekről vannak mintázva. Hornigoldról annyit kell tudni, hogy ő volt az egyik legkeményebb kalóz kapitány, az ő helyettese volt fekete szakáll. A kalózok aranykorában vagyunk, ebben az időszakban annyira nem bírtak velük, hogy kitalálták 1717-ben, hogy bárkit felmentenek a bűnei alól, ha feladja magát és abba hagyja a kalózkodást, cserébe elvettek tőlük mindent, de szabadok voltak. Hornigold ezzel a lehetőséggel élt is, és miután felmentették az összes bűne alól, kalózvadász lett, fekete szakáll pedig átvette a hajóját, és olyan nevet csinált magának, hogy a mai napig a legtöbb ember hallott róla. Ez az ember egy gép volt. Kanócokat rakott a hajába és a szakállába, amiket meggyújtott, hogy úgy nézzen ki, mint egy démon. Napokig karanténba helyezett egy egész várost azzal, hogy elfoglalta a kikötőt, és nem ment el, amíg nem adtak neki gyógyszert. Sigma. Sőt, annyira foglalkozott az embereivel, hogy ha átadták neki egy gyógyszert a tengeren, akkor nem bántott senki. Embereket rakott ki lakatlan szigeteken, akikről nem is volt biztos, hogy elárulják őt, lábon lőtte egy matrózát csak úgy, hogy ne felejtsék el, hogy kihordja a kabátot, és a hajós küzdelemben, amiben meghalt, 5-ször lőtték meg, és 20-szor szúrták meg, mielőtt elhagyta a csetet. És ők Edward spanyai. Hornigold megtanít engem hajócsatázni, rájöttem, hogy ha nem fejlesztem a hajót, akkor abból még baj lehet, úgyhogy vettem is egy mozsárt, amiről kb. A játék utolsó 20%-ában tudtam meg, hogy hogyan kell használni, miután utána néztem a neten, mert a játék teljes magabiztossággal hazudja az arcodba, hogy az R betűvel kell, amúgy
amúgy meg a Q-val. Igen, billentyűzeten játszok. Meg itt van James Kidd, egy másik kalóz. Felhív magához a főnök, és sürget az obszervatórium megtalálásával, ezután egy titokzatos informatikus megkér minket, hogy hackkeljük szét a helyet. Kiderül, hogy az egész Abstergo száz dolgokat intéz a háttérben, és kezdem azt hinni, hogy nem is játékokat, meg filmeket csinálnak a memóriából, amit éppen újra átélünk. James elmegyünk puzzle-öket megoldani, meg még több puzzle-t megoldani, ami elénk tárja a bölcs arcát, és wow, micsoda? James nem is egy kalóz, hanem egy asszaszin. Wow, micsoda? A templomosok, akiknek odaadtuk az asszaszinok rejtek helyére a térképet, eljöttek az asszaszinok rejtek helyére. Nem örülnek Edwardnak, de segítek nekik és megbocsátanak. Itt unlokoljuk a lehetőséget, hogy felvegyünk asszaszin missionöket, ezeket egyszer sem használtam. Még két kalóz, akik léteztek, Jack Rackham és Charles Vane. Az utóbbiról annyit érdemes tudni, hogy egy vihar miatt egy lakatlan szigetre sodródott, és miután megtalálták, rossz betűket mondott, miközben akasztófázott. Jack pedig biztos, hogy csinált érdekes dolgokat, de ő annyira nem érdekelt. Szólnak, hogy Torres kormányzó egy erődben csilinel teli arannyal, amúgy ő is egy valós személy volt. Okay, sok valós személy volt. Azért van ennyi arany nála, mert valaki megtalálta a bölcset, és ez a valaki Prince, és ő is. Wow, micsoda, James Kidd igazából egy nő, és Mary Read a neve, aki egy a bölcs megtalált minket, miatt mi találtuk volna meg őt, és... Kalózkodunk fekete szakállal, akinek annyira fontos volt, hogy jusson mindenkinek gyógyszer, hogy búvárkodtunk neki, de nem jártunk sok szerencsével. Szétlőttük a legkövérebb hajót, de azzal sem jártunk szerencsével, pedig olyan kövér volt, mint... egy malac. Kiderül, hogy az Abstergo a modernkori templomosoké, meg még itt is biztos, hogy kiderülnek dolgok, de fix nem olvasom el ezt az egészet. Rogers megjelenik, és felállja az összes kalóznak, hogy feladhatja magát, különben nem fognak örülni. Hornigold el is fogadja, és fekete szakáll is vissza akar vonulni, de a semmiből megtámadnak minket, ezért a nyugdíjt még egy utolsó küzdelmel eltolva visszanyomjuk a tengerészeket, de milyen áron? Bölcs, egy hercegnő nevű hajón van, ez egy elég combos hajó, és az sem segít, hogy van mellette még kettő kisebb és egy erőd. Szerencsére a játék időben szól, hogy erősen ajánlja, hogy fejlesszem a hajót, bal szerencsémre viszont a mission elkezdése és a hajó megállítása valamiért ugyanarra a gombra esik, ezért mikor az izom memóriám azonnal megnyomta az est, hogy megálljak és fejleszek, egyből elindult az izzadás. Annyit haltam meg, hogy könyörögni kezdett a játék, hogy kirak a missionből, csak fejleszem végre a hajót, de a feladás nem része a ninja utamnak. Rackham elárul minket, behúzza a hajót és mindenkit rajta, a Divalit eladja, minket meg Vale-lel ott hagy a hajón, ami nem mozdul. Egy lakatlan szigetre érünk, ahol Vale instant megőrül, ezért el kellett altassam. Valamiért egy csomószor hiányoznak a hangeffektek szúrásoknál meg ütéseknél, de nektek szerintem nem fog feltűnni, mert a vágás alatt majd helyettesítem. Rackham eddig tartott, tovább a bölcshöz. Egy szükségtelenül hosszú hallgatózás során megtudjuk, hogy Afrikában van egy kis szigeten, itt megint hamarabb megtalál minket, mint mi őt, de a spanom lesz és kapitány lesz belőle. A templomosok már elkezdték gyűjteni a vérmintákat úgy, hogy azt sem tudják, hogy hova kell vinni, mi viszont a bölcsel pontosan az obszervatóriumhoz indulunk, egy kis kitérővel pedig megszerezzük az összes eddigi gyűjtött vért, ami annyira titkos projekt, hogy egy pantomimes elrejtette a szemünk elől, ezért csak ő tudja, hogy hova rakta. Már majdnem az obszervatóriumnál vagyunk, de Hornigold végig követett minket, ezért megmutattam neki, milyen a giroszosnál a forgóhúsnak a póvia. Végre itt vagyunk az obszervatóriumnál, amiről annyit hallottam a játék eleje óta, a bölcsel, aki intézte, hogy senki ne legyen itt rajtunk kívül, a vetítő, amivel egy vérmintával bárki szemein keresztül láthatsz, Edwardék is elég hasznosan használják, de itt egy rövid lista, hogy én kiken használnám. Kaptam egy állast, kimásztam a barlangból, itt biztosodtam meg arról, hogy Edward egyáltalán nem az ájulós fajta. Ezártak egy különítménybe pár gyanúsítottat, mert valaki széthekkelt mindent, de csak még közelebb kerültem a lényeghez, amit meghekkeltem, és megjelent ez a VTuber, akiről azt hitte az informatikus barátunk, hogy majd meg fog szállni minket, ez nem történt meg, ezért nem örül. Biztos be tudnám őt nektek mutatni, ha nem a negyedik résszel kezdtem volna, de helyette bemutatom ezt az új darabot a kollekciómban, amit csak úgy hívok, hogy a Hevdasas TNKT. A bölcs általa hatóságoknak, börtönbe zárnak, lecsukják Mary-t és Anne-Bonnie-t is, akikről amúgy nem meséltem sokat, pedig két nagyobb indokom is lett volna rá. Négy hónap után megment minket Atabai, mi pedig megmentjük Mary-t és Bonnie-t. Edward nagyon rosszul viseli Mary halálát, de két nagyobb indokból sikerül tovább lépnie. Az eltökéltségével és a barátság erejével. Küld egy levelet a feleségének, megöljük Rogers-t, megöljük a bölcset, megöljük Torres-t. Ja, ez egy kamu Torres volt. Ezért meg kell ölni ezt a nagy darab szerencsétlent is. Ja, nem tudom sehogy sebezni, semmi gond, erre is volt egy tervem.
Ahhoz, hogy az igazi Torres megöljük, ezen a két hajón túl kell menni, és nemrég égtem ki egy hajócsatán a bölcs ellen, és ha azt hiszik, hogy az alulfejlesztett hajómmal két legendari hajó ellen fogok menni, és nem fogok kiugrani a hajóból, hogy elúsztak a szigetig, akkor hatalmas tévedésben élnek. Megöljük Torres-t. Kiderül, hogy az informatikus, akivel eddig beszélgettünk, az a modernkori bölcs volt, szerencsére csak a nevében bölcs. Megöltünk mindenkit, Edward felesége meghalt, de két nagyobb helyettesítést is kap. A lányát és a fiát Bonnie-tól, akinek két óri... Tehát a videó, nézzük a többit is, köszönjük!